Ilyen egy dohányos ember tüdeje. A Dombovári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai hozták el Lápafőre az egészségnapra. Azt mondják, azt, hogy az emberek elgondolkodjanak azon, letegyék el a cigarettát, minden esetben sikerül elérni. Arra voltam leginkább kíváncsi a vércukorról, mert ugye cukorbeteg vagyok. Cukor, igen, mert azért leginkább, mert cukorbeteg vagyok, és leginkább arra voltam kíváncsi, meg elég magas a vérnyomásom is általában, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, csak ezért jöttem. A település polgármestere azt mondja, fontos, hogy olyan akciókat szervezzenek, amely segít az emberek egészségének megőrzésében. Nekünk kell módot, lehetőséget találni arra, hogy ilyen jellegű egészségügyi foglalkozásokat és előadásokat tartsunk, melyeket természetesen összefűzünk egészségügyi mérésekkel is, ahol a lakosok tájékozódhatnak, hogy milyen egészségi állapotuk. Bogdán Lászlóné, az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője azt mondja, az emberek a negatív stressz kezelésére sok esetben rossz megoldást választanak. Nagyon stresszes életet élünk, erre kiválóan alkalmas a stresszoldása, nem a jó, a negatív stresszoldása, hogyha káros szenvedélyhez nyúlunk, illetve a betegségeknek is inkább csak a kezelésével foglalkoznak az egyének, nem pedig a prevencióval, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet. A Lápafői Egészségnapon a szűrés mellett különböző mozgásformákkal és az egészséges táplálkozás segítő ételekkel is megismerkedhettek az érdeklődők.